sok kihívás van, és ott is említettem, hogy van egy paradox, hogy elvileg nő a gazdaság, a cégek pozitív eredményt mutatnak, de van egy energiaválság, egy háború, infláció, klímaválság, és ez hogy tudjuk megtervezni a jövőt, az majdnem lehetetlen, mert ez a két paradox, ez még nem fordult elő szerintem, amióta én vezetek egy céget, de mégis tervezni kell, és én úgy gondolom, hogy hatékonyabban kell kezelni az energiát, úgyhogy sokat magunk is tudunk tenni, úgyhogy nem csak az épületre kell panaszkodni és másokkal, hanem tényleg szerintem 20-30%-a lehet csökkenti az energiát. A háborút azt nem tudjuk befolyásolni, de azt reméljük, hogy gyorsan vége van. Az infláció előrejelzések olyanok, hogy azt várjuk, hogy a második fél évben csökkenni fog, úgyhogy ezt egy ilyen évig túl kell élni, és ahogy említettük és láttuk a számokat, úgy gondoljuk, hogy a jövő év Magyarország nem fog nagy növekedés elérni, de azért egy recesszió sem lesz igazán. Inkább a ügyfeleket tanácsoljuk, persze nekünk is van egy irodánk, és mi is odafigyelünk, mint egyik legnagyobb magyarországi üzemeltető, a harmadik fél felé, nekünk, mint szíbiai nemzetközi cég is az meghatározó, hogy 2040-ig nem csak a saját, hanem a Scope 3, ez azt jelenti, hogy ahol szolgáltatunk, ott is net zero-t akarunk elérni. Ez azt jelenti, hogy nagyon intenzív beszélgetések fognak majd fogunk kezdeményezni az ügyfeleinkkel, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az energiát, és ez és nem csak az ennek, hanem az egész ESG, úgyhogy a social és governance részben is adunk tanácsok, és most építünk fel egy nagyobb csapatot, vagyunk már hárman, de ez biztos nagyobb lesz a következő években. Részben említettem, hogy én azt gondolom, hogy lesznek egy-két negyed év, ahol lehet, hogy negatív lesz a növekedés, úgyhogy csökkentés lesz, de egész évvel nézve 2023 az egy szerintem egy ilyen nulla szaldós lesz, és 2022, ne felejtsük el, hogy Magyarország elég nagy gazdasági fejlődésen ment át, és ha ez a szenárió bekövetkezik, relatív nagy növekedés, ez nulla jövő év, szerintem azt mindenki túl fogja élni.